köszönjük szépen! Hamarosan elindul a újraindított Enduro Cross bajnokság második futama. Kicsit poros a cross pálya, de ez ne szegje kedveteket, majd a szél elfújja, vagy az eső elmossa, de azt azért bízunk benne, hogy nem. Körülbelül egy 10 perces körünk van, gyorsabbaknak ez majd rövidebb lesz. Van benne egy kis extrém akadály, az erdei részben van egy nehezebb rész, ami szerintem nem fog senkinek problémát okozni. A teljes crosspálya teljes egészében benne van a futamban, illetve fent van egy extrém szakasz, ami van egy kerülője, de szerintem nem lesz rá szükség. A szervízdepó az a célkapu utáni jobbos kanyar követően jobb oldal található, ki van táblázva, a kijárata pedig vissza a pályára, az ugró előtt van, szintén ki van pályázva, jelölve. Arra nagyon kérek mindenkit, hogy tankolás kizárólag a depóban történhet, természetesen a megfelelő geotextilien, ezért történt a mai nap már kizárás, mert van, aki nem ott tankol. Jó versenyzést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, meg egymásra is. A segítőket megkérem, hogy akkor fáradjanak ki a szalagon kívülre. Köszönöm. Hogy érezted magad ezen a rendezvényen? Ezen a rendezvényen jól éreztem magam, elég színvonal szerintem itt a pálya vonalvezetése, a megrendezés is. Mondjuk egy kicsit a por az lehetett volna melléktényező, inkább a vizes pályát preferálom én is jobban, de összességében elégedett vagyok a versennyel. Milyen volt a pálya? A pálya így, hogy poros volt, csúszott, nagyon csúszott. Sőt, még az erdő is mondhatni poros volt és csúszott, tehát a látási viszonyok sem olyanok voltak, de nagyon jó volt szerintem. Elfáradtál? Igen, nagyon elfáradtam. Ugye majdnem az utolsó sorban indultunk és fel kellett azért tornászni magunkat, de összességében jó volt. Hogy érezted magad ezen a rendezvényen? Most jó volt, kellemes volt, nekünk még jó volt, de azért vége felé már kezdett porolni a pálya, tehát akik most mennek föl, azoknak már neccesebb lesz. És milyen volt a pálya? Volt benne nehéz rész? Hát érdekes volt, mert benne főleg az erdei rész. Itt-ott hirtelen kanyarok, azok puhák voltak, a többi meg olyan kemény, úgy szét volt száradva, hogy hihetetlen. Elfáradtál? Mondjuk, hogy el. De még jól érzem magam. Hál' Istennek. Motorod jól bírta? Az jó az. Neki az jó.
nagyon jó volt a rendezvény, sajnos nagyon poros a pálya. Az egy kicsit szenvedtünk, mivel eléggé hátulról rajtoltunk. Viszont a végére sikerült belemelegedni, először egy kicsit nehezen ment, de a végére egész jó tempót sikerült menni. Elfáradtál? Igen, elfáradtam szerencsére, úgyhogy jó verseny volt. Motorod hogy teljesített? Szerintem egész jól teljesített, még lenne mit rajta álligatni, de majd a következő versenyre reméljük sikerült. Nagyon nagy por volt, de viszont az erdő az nagyon tetszett, mert nagyon technikás volt. Az extrém résznél voltak jó akadályok, a végére sikerült beugrottam a duplát is, de összességében jó volt. Motorom az nagyon jó volt, szurkolótáborom is jó volt. Egyelőre ennyi, jön még egy futam, ott ugyanezt várom magamtól, kicsit jobb rajt, mert lefullasztottam a motoromat. A rajtnál ugyebár úgy rajtolunk, hogy bemutatják a 2 percet, utána 30 meccset, ezt felhúzzák a zászlót, és elindult a motor, beraktam egyesbe, azt leállt, utána ki kellett vennem sebességből, és utána újraindult, és így sajnos lemaradtam egy kicsit a mezőnytől. Nagyon-nagyon rossz volt, mert semmit nem láttam, vakon mentem egy fél körig, az nem tetszett, de utána nagyon jó volt a verseny. Pálya, hát őszintén elég rossz volt, sokkal jobb is lehetett volna, egyáltalán nem élveztem. Az első futamban semmit nem láttam a portól, de azt is megnyertem. A második futamban egy kicsivel jobban élveztem, de még az se volt olyan túl kellemes. A kb. A 20 perccel a vége előtt a motorom elkezdett gyengélkedni. Elég rossz volt, aztán épp hogy be tudtam fejezni, de összességében szerintem tanulságos nap volt. Hogy kezdődött neked ez az egész motorozás? Hát igazából már gyerekkori szerelem volt, a családban is így nevelkedtem, édesapám is már motorozott, aztán nyilván ebben nőttem bele, úgyhogy igazából már kiskorom óta kezdődött ez az egész. Versenyszerűen
2014-2013-ban kezdtük el, a barátom még osztálytársam még motorversenyeztek, és akkor elmentünk mi is kipróbálni magunkat. Egyből sikerélményt értünk el, talán második lettem, és akkor igazából elindult egy lavinát, elkezdtünk először csak motocrosszozni, aztán utána endurózni, endurocross versenyeken indulni. Hogy érzed magad ezen a rendezvényen? Hú, hát úgy gondolom, hogy egy színvonalas rendezvény, bár szerintem sajnos ugye a vírusnak hála nem sokan jöttek ki, ennél szerintem sokkal többen szoktak lenni. Úgy gondolom, hogy azt hittem, hogy sokkal nagyobb hő lesz, de szerintem kellemes időjárásunk van, tök jó minden. Motorod hogy teljesített a versenyen? Meg voltam elégedve, nagyon szeretem ezt a motort, ez egy 350-es KTM XCF, igazából nekem ez már 3. generációs ilyen motorom, nagyon szeretem. Nekem ez ami bejöttve megfelel, vagy hogy mondjam. Mi történt a kezeddel? Hát igazából elszoktam motorozástól, már szerintem hónapok után nem motoroztam, aztán új markolatot raktam fel, ami feltört a kezem, úgyhogy vízhólyag lett, vérhólyag, ennyi. Pályáról mi a véleményed? Melyik szakaszok voltak a kedvenceid? Hát én már versenyeztem itt ezelőtt 4-5 évvel, akkor még amatőr kategóriába. Igazából a nyomvonal nem változott, úgyhogy nagyjából tudtam azt, hogy milyen nyomvonalakon kell menni. Tetszett, bár kicsit mumus számomra ez a pálya, mert 2015-ben itt egy nagyobb balesetet szenvedtem az egyik ugrasztónál, ahol eltörtek a csigolyáim és a váramat leszakítottam. Úgyhogy kicsit félbeindultam neki, de úgy gondolom, hogy legyőztem így a félelmemet, úgyhogy szerintem élvezetes verseny volt. Ez az Endurocross bajnokságnak a 2020-as évben a második fordulója. Itt volt egy kis kényszerszünetünk a koronavírus miatt, de úgy néz ki, hogy ezen túl vagyunk. Szandavárai azt mondhatjuk, hogy egy klasszikus helyszín. Ha jól emlékszem, az első verseny az több mint 10 éve került itt megrendezésre. Egy fantasztikus környezet, mint láthatjuk, egy elég szép lépszámú nevezői létszámmal, közel 130 versenyzővel, és hát rengeteg néző látogatott ki ide hozzánk erre a szép nyári napra. Mi a különbség a legutóbbi pályához képest? Hát a pályának egy szerves része az most kikerült ebből a nyomvonalból. Ugye itt a különböző erdőgazdálkodási tevékenységek miatt vannak jelenleg a pályának olyan részei, ahová a versenyzők most nem tudnak bejutni. Szerintem ez hiányzik most a pályából, az adott neki egy kis ízt. Mostani pályával sincs probléma, egy picit poros, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szeretik a versenyzők. Hány kategóriában neveztek idén a versenyzők? Gyakorlatilag 3 osztályunk van, ez a harmadosztály, másodosztály és az első osztály az élsport. Ezen felül vannak a veterányaink és a szuperveterányaink, a 47 pluszosok, valamint amikre nagyon büszkék vagyunk, az az utánpótlás. Az utánpótlás kategóriában vannak 50, 65, 85-ös kategóriában induló versenyzők, valamint van egy lédi versenyzőnk is, úgyhogy mondhatjuk, hogy szép számú indulói létszámunk van.
Mi az eseménynek a célja? Hát az eseménynek a célja ez egy magyarországos bajnoki forduló, tehát nyilván a cél az a, egyrészt a sport népszerűsítésre, másrészt pedig a bajnoki pontállásnak, a bajnoki tabellának a előtérbe helyezése, úgyhogy itt a ország legjobb motorosa is részt vesznek, és nekik a céljuk az, hogy évvégén minél jobb eredményt érjenek el. A díjakról mit lehet tudni? Gyakorlatilag minden kategóriában az első 6 helyezettet díjazzuk. Ugye itt a különböző osztályokban is vannak köbcenti megkötésben különböző kategóriák. A díjakat, ha jól tudom, az egyik főtámogató ajánlotta fel. Ez még számomra is rejtély, hogy mik lesznek azok. Biztos, hogy szép meglepetés lesz a versenyzőknek. Kik támogatták a rendezvényt? Erről inkább a főszervezőt kellene megkérdezni. A Magyar Motorsport Szövetség részéről a névadó szponzorunk az a Czuny László által fényezett CL4 motoros iskola. Ő ennek a bajnokságnak az éves főszponzora, névadó szponzora. Gyakorlatilag a rendezvény létrejöttét ők biztosították. Szia, elkezdenénk a díjátadót. Kicsiket kérnénk előre. Az ifi ötvödenék. Ötödik helyen végzett Turányi Norbert trófea. Gratulálom. Negyedik helyen Csics Zoltán. Harmadik helyen Szekeres Sebastian. Gratulálok! A Beszmutó jóvoltából a kicsiknek egy plusz ajándék harmadik helyen. Gratulálok! Második helyen Boruszláv Radek junior. Gratulálunk a kis Radeknek. És egy ajándék csoportra a második helyen. Első helyen ifi a Vágó Norbert. Gratulálunk a Norbert. Az első helyhez is egy ajándékcsomagot veszünk a jó voltából. Gratulálunk a kicsiknek! Folytatnánk a 65-ös kategóriával. Negyedik helyen végzett Tóth Zétény a Mamajfehértől. Gratulálunk! Harmadik helyen Földi Bence Hámotó. Gratulálunk! Ajándékcsomag a 65 kategóriának is első három helyzetnek. Második helyen Szántó Alex Béta Motor. Gratulálunk! És az ifi legjobbja Horváth Zsombor Ácsi Motorolszín. Gratulálom! Gratulálunk a 65 kapszerűen! Folytatnánk a 85-tel és a lődi kategóriával. 9. helyen Kiszel Mátyás.
Nyolcadik helyen Jandolás Zsombor. Hetedikem Kádár Dominik, Lécmotorsport, gratulálom. Vannak kisebb problémák, de megoldotta. Hatodik lett Kádár Szabó Levente, Lécmotor, gratulálom. Ötödik helyen Földi Levente, Hámotó, gratulálok! Negyedik helyen Ocsova Rihárd, Lécmotó, gratulálok! A mai nap harmadik helyezett Németh Bálint az Egyvidétől. Gratulálok! Bálint egy ajándékot is kap a harmadik hely mellé, a Beszmoto jó voltából. Második helyen Demián Kristóf, Lécmotor, gratulálunk! Kristóf egy ajándékcsomaggal is gazdagabb lett. És a mai nap legjobbja az Wi-Fi 85-ben Kormolt Máté, Bad Boys, gratulálunk! Máté is egy ajándékkal gazdagabb. Az Wi-Fi 85, gratulálunk neki! Van egy lányunk is, őt külön szeretném kihívni, Kovács Dóra, egy kicsivel. Gratulálom neki! A mai nap legjobb lánya. Gratulálunk! Folytatjuk a harmadosztályon. Harmadosztály egy kategória, hatodik helyezett Török Mihály. Gratulálok! Itt van Török Mihályom. Ötödik helyezettünk Lakatos Attila, Kiskunfélegyházi érmesek. Gratulálok! Negyedik helyezettünk Kis Benedek, Motokomplet. Gratulálunk! Harmadik helyezettünk Lakatos Ábel, Lécmotorsport. Gratulálunk! Utahatjuk meg! Mai nap másodikunk, Zábrádi Tamás, Lécmotorsport. És a mai nap legjobbja, Lakatos Máté, Lécmotorsport. Gratulálunk! Otthon ne cseréljétek el a kupákat.
harmadosztály egy kategória, mai nap. Gratulálunk! Folytatnánk a harmadosztály E2-vel. Hatodik helyen Lajcsik Zsolt, Arabóna. Gratulálunk! Van Lajcsik Zsolt? Ötödik helyen mai napon Csizmadió Tamás, Hámoltó Egyesület. Gratulálunk! Negyedik helyen Rémai Józsefet szólítanák, Arabóna. Gratulálunk Rémai József az Arabónától. Jó, akkor mai nap harmadikja, Túri Ákos, Arabóna, úgy szintén. Itt van a jó. Mai nap második helyezett, Baránkó Gábor, Hámoltó Egyesület. Gratulálunk a második helyhez. És a mai nap legjobbja Harján Árpád, Hámoltó Egyesület. Gratulálunk! Harmadosztály E2 mai nap. Gratulálunk a srácoknak! Harmadosztály E3 kategóriával folytatnánk. Hatodik helyen végzett Gölesz Gábor, Arabóna. Hatodik Gölesz Gábor, gratulálok! Hatodik helyezettünk Kis István, Namotó Kínese, gratulálok! Mai nap negyedikünk, Ambrus Lórend, Léc Motorsport. Gratulálunk! Ambrus Lórend! Mai nap harmadik helyezettünk, harmadosztály E3 kategóriában Sárkány Dezső, Hámoltó Egyesület. Gratulálunk! Mai nap második helyezett Kobarák Mihály, Egyvédér. Gratulálunk! És a mai nap E3 harmadosztály legjobbja, Hok Tamás, Motokomplet. Gratulálunk! Gratulálunk a mai nap a srácoknak! Folytatnánk a szuperveteránnak. Köszönöm.
Hatodik helyezettünk Szabó Ferenc. Szuperveterán Szabó Ferenc, hatodik helyezett. Jó. Ötödik helyezett Szabó János, Kiskunk Énekre. Negyedik helyezett Pálinka Znetko, remélem jól mondtam. Pálinka Znetko, gratulálunk. Második helyezettünk Buchwald János, Markó Motor, gratulálunk! A mai nap szuperveterán legjobbja, Majoros Tamás az első helyen, 1VD, gratulálunk! A szuperveterán kategória, nagy tapsot, gratulálunk a fiúknak! Egyórás futam abszolút legjobb egy kulondíjat a beszmutató jó voltából, és ez pedig Majoros Tamás KTM 1VD-t. Legyél kedves! Gratulálunk! Valkasztok! Jó, folytatnánk! Másodosztály E3 kategória, hatodik helyezett Dibók Norbert, gratulálom! Dibók Norbert, hatodik helyezett! Gyere Norbi! Ötödik helyezett Fogarasi Ferenc, Karancsánsa, gratulálom! Negyedik helyezettünk Rádi Mihály István, Arabón. Rádi Mihály István, gratulálok! Csinálok. Harmadik helyezettünk mai nap Utasi Martin, Mad Boys. Gratulálok! Gyere Martin! Második helyezettünk Miklós Attila, Motokomplet, gratulálok! Mai nap legjobbja Rigó Gábor, Hámoto Egyesület, gratulálunk! Gratulálunk!
gratulálunk a kategóriába fiúknak, még egyszer egy tapsot, gratulálunk. Folytatnánk másodosztály E2 kategóriából, 6. helyen Magyaros Tamás ifjú egy VB-től. Ötödik helyezettünk Szabó Márkó, Mami Team Fehére KTM nyergében. Szabó Márkó! Jó, megvan, oké, jó. Igen, egy negyedik helyezettünk Hangya László, Gerecse Motora, egy gazdaszik nyelvében. Gratulálunk, Hangya László. Nem tudom, mikor meg már nyelvben. Ruhák, jó. Köszönjük, kérem. Mai nap harmadik helyezett Faragó Dávid, Kiskunfélegyházban. Gratulálunk! Hajnap második helyezett a Bortegerúdiában Molnár Bence! Léc motor! Gratulálunk! Másodosztály E2 kategória, mai nap legjobbja, Schilling Balázs Korda Racingtől, gratulálok! Másodosztály E2 kategória, még egyszer a tapsot a srácoknak, gratulálok! Másodosztály E1-es kategória mai napon 6. helyezett Rozmüller Krisztián Karancsemesétől. Nagy kihagyású. Rozmüller Krisztián. Nem ötven voltak. 5. helyezett Murányi Martin, Mami Team Fehér. Murányi Martin! Negyedik lett Ficsor Gábor, Béta Motor, tessék! Mai nap harmadik jó, Nikita Martin, Léc Motorsport, gratulálok! Második helyezettünk Nádor Balázs István, Namotó Team. Nádor Balázs István, gratulálok! A mai nap legjobbja másodosztály egyes kategóriában Liszka Roland Noel, Korda Racing, gratulálok! Gratulálunk még egyszer a srácoknak! Veterán kategória, 6. helyezett Ocsovai Péter, Léc Motorsport. Gratulálunk Ocsovai Péternek! Ötödik helyezettünk Zakhar Tomás, Szlovákia.
Negyedik helyezettünk a mai napon Csorba Ákos, Kiskunfélegyházi emese. Gratulálunk Ákosnak! Harmadik helyezett Tóth Attila Zoltán az Egyvidétől a mai nagy folyamán. Mai nap veterán második helyezettje Nagy Péter az Arabónától. Gratulálunk Peterinek! Boruszláv Radek lett, a MEFO Sport Team Szlovákiától. Gratulálunk! Gratulálunk a srácoknak a mai nap folyamán, a Veterán kategória legjobbjait látjátok. Gratulálunk! Mielőtt a legnagyobbakat kiosztanánk, volt nekünk mai nap egy napi licenszes kategóriánk összevonva a harmadik osztálynak. Úgy gondolom, hogy ők is megérdemlik ezt, mert belőlük lesznek a jövő évben a licenszes versenyzők. Hatodik helyre kérnénk Drován Marian, Szlovákiából, Yamaha motorra. Gratulálunk! Ötödik lett Janurik János, egy KTM nyergében. Janurik János maradt. Negyedik lett Szuhánszki Bálint, egy KTM nyergében. Gratulálunk! Mai nap harmadikja a napi licenszes kategóriában Germán Máté egy béta nyergében. Gratulálunk! Második helyezett Molnár Bálint, egy Huszvárnával. Molnár Bálint. A mai nap legjobbja napi licenszben Török Mihály, 984. Török Mihály. Gratulunk a srácoknak a mai nap. Akkor kezdenénk a kettes kategóriával. Pro 2, 5. helyezett Kubik Rihárd, emés társa, szabadidős, egy Serkó nyergében. Gratulálunk! Negyedik helyezettünk Bezdány Béla, emmés társa, szabadidő esek. Gratulálunk Bezdány Bélának! Bezdány Béla, harmadik helyezettünk Brenner Ádám, 29-es rajtszámmal, Fazekas Rancing. Gyere Ádi, annyira nem volt fárasztó a verseny.
Második helyezettünk prókettes kategória első osztály Pál Márkó, Hámotó Egyesület egy KTM gyerekében. Pál Márkó, gratulálom! Prókettes kategória első osztály mai legjobbja, Szürke Márcs, Ácsi Motorracing, egy Cserkó nyerkében. Gratulálunk Szürke Márcsnak! Gratulálunk a srácoknak, nagy csatát vívtak! Gratulálunk! Egyes kategória, háromadik helyezett, Nádor Tamás, Enduro Team Suzuki Pécs. Nádor Tomi. Második helyezettünk, Ábrahám Márk Zoltán, Gerecse Motor egy gazdasz nyergében. Gratulálunk! Első osztály mai legjobbja, Hertlik Donovan, Korda Racing 94-es rajtszámmal. Hertlik Donovan, gratulálunk neki! Gratulálunk a srácoknak, nagy csatát vívtak! És van még egy kis külön díjunk a Best Moto jó voltából. A kétszer egy óra teljesítők között az abszolút legjobbnak, Szürke Márknak egy kis ajándékkal kecsegtetnénk. Gratulálunk mindenkinek a mai napnak, hogy eljöttetek, reméljük mindenkinek tetszett. A legnagyobb eredmény, hogy senki nem sérült meg a mai nap folyamán, a mentő az csak turistaként volt itt, ez egy nagyon-nagyon jó hír szerintem. Úgyhogy gratulálunk mindenkinek, és akkor sok sikert a következő országos bajnoki fordulóra mindenkinek. Gratulálunk! Márk, gratulálunk, első lettél! Hogy értékeled a mai teljesítményedet? A második rajt az jobban sikerült. Azt gondolom, az első versenyhez képest kicsit megvoltam ott hízva, 105 kiló voltam, most 87,5 vagyok. Sokat tudtam edzeni magamhoz képest, a vírus miatt is volt időm, hogy ebből állt az élet. Nekem most a nagy célom a Super Enduro EB, ami majd remélem decemberben elindul. Aztán a mai napot azt gondolom jól teljesítettem. Az nem tetszett, hogy ekkora por volt, meg ilyen keveset kellett menni. Perceket versz a másodikra, ez miért van? Hát... nehéz megfogalmazni. Igazából az én sportágam, én 2018-ban visszavonultam, én motocrossoztam, és... Ott vannak ellenfeleim, mert múlt héten motocrossban harmadik lettem. Nem sokon múlott ott se, hogy első legyek. Hát sokat tettem, 20 éve motorozok. Nem tudom hányszoros magyar bajnok vagyok, válogatott tag is voltam, nemzetközi versenyek, Közép-Európa bajnok. Szóval megdolgoztam érte.